Ma van a koraszülöttek világnapja. Évente 8000 kisbaba születik koraszülöttként, ami azt jelenti, hogy minden tizedik szülésnél a várt időponthoz képest lényegesen korábban születik meg a kisgyermek. A koraszülötteknek az élete lehet igen nehéz is, és ez azt jelenti, hogy a családokat is komoly kihívások elé állítja ez a helyzet. Ezért is kell segítenünk a koraszülött gyermeket nevelő családokat minden lehetséges eszközzel. Ezért is fontos, hogy felhívjuk a figyelmet azokra, akik koraszülöttként érkeznek a világra. Most indul egy olyan rajzkiállítás Zalaegerszegen, ahol koraszülött gyermekek által készített rajzokat mutatnak be különböző üzleteknek a kirakatában. Ott van egy fénykép a kisbabáról koraszülöttként, aztán a mostani gyermekről. Meg lehet csodálni, hogy egy pici babából milyen nagy lány vagy nagy fiú lett azóta, és ott van mellette az ő képük. Ezzel is felhívják a figyelmet arra, hogy aki koraszülöttként egészen kis súllyal született, az is aztán egészséges, teljes életet élhet. Támogatjuk a Családbarát Szülészet pályázaton keresztül nem csak a szülészeteket, hanem a perinatális intenzív centrumokat is. Ezek azok a helyek, ahol magas szakértelem mellett ezeket a kissúlyú koraszülötteket a legjobb ellátásban részesítik, és segítenek nekik abban, hogy aztán egészségesen, megerősödve kerülhessenek ki a perinatális intenzív centrumokról. Ma van tehát a koraszülöttek világnapja, gondoljunk egy picit azokra is, akik korábban érkeznek a vártnál. Minden év november 17-én ünnepeljük a koraszülöttek világnapját. Az orvostudomány fejlődésének köszönhetően évről évre egyre kisebb és éretlenebb gyerekek maradnak életben egyre jobb életminőséggel. Apró, néha akár tenyérnyi újszülöttek, akik az életben a rajtvonal mögül indulnak, sokszor oxigénhiányos állapotban, lélegeztetőgép támogatásával, szondatáplálással küzdenek az életben maradásért, a fertőzések leküzdéséért, hogy aztán végül több hét vagy akár több hónap küzdelem után egészséges csecsemőként érhessenek haza szeretteik körébe. 2020-ban egy világjárvány közepette több tízezren, százezren hasonló küzdelmet bírnak oxigénhiánnyal, fertőzésekkel. Kívánjuk, hogy a koraszülött babák példája felnőtteknek is erőt adjon ehhez a küzdelemhez, és minél többen gyógyultan térhessenek haza szeretteik körébe. Ezen a napon a koraszülött intenzív osztályok dolgozóit külön köszönet illeti, hiszen ők azok, akik segítenek átvészelni az első hetek, kritikus hetek időszakát, és megóvni a maradandó károsodásoktól a koraszülötteket. Ebben a mai helyzetben köszönjük minden egészségi dolgozó áldozatos munkáját.